Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Befogadó játszótér Szekszárdon kifejezetten mozgáskorlátozott gyerekekre gondoltak. Magyar Falu program, folytatódnak a beruházások Aparhanton. Vasárnapi boltzár, az emberek többségét nem zavarná a változás. 60 éves a Tolna megyei gyermekvédelmi szakellátás, nagy fejlődésen ment keresztül a rendszer. Néhány napon belül elkezdődik az első mozgáskorlátozott gyerekek által is használható játszótér építése Szekszárdon. A beruházásért az önkormányzatnak nem kell pénzt fizetnie, a fejlesztés ugyanis egy felajánlásnak köszönhetően valósul meg. Piros és fehér szallaggal elkerített megrongált játékok az Alkotmány és a Veselényi utcák találkozásánál lévő játszótéren. Augusztus végén rögzítettük ezeket a felvételeket. Akkor derült ki, hogy itt még idén egy mozgáskorlátozott gyerekek által is használható parkot alakítanak ki. A hibás eszközöket azóta már elszállították, a tervek szerint október 19-én pedig el is kezdik az újak telepítését. Ez arra alkalmas játszótér lesz, hogy befogadó játszótér, ami azt jelenti, hogy sérült gyerekek együtt játszhatnak az egészséges gyerekekkel, ezáltal a játszótér különleges lesz, ami még különleges a játszótérbe, hogy a burkolata az gumiörleményes, tehát ezt mondjuk eső után téridőben viszonylag gyorsan lehet használni a egyébként füves játszótereket, ami sáros lesz. Ezen a videón jól látszik, hogy az úgynevezett befogadó játszótér akár kerekesszékkel is kényelmesen használható. A beruházás legnagyobb része egyébként egy forintjában sem kerül Szekszárdnak. A játékokat ugyanis egy felajánlásnak köszönhetően kapja a Tolnai megyeszékhely. Egyetlen egy dolgot tettünk meg, ami a városi költségvetésből van, egy vízcsatlakozást, itt lesz egy ivókút is, és a játszótéren nyitva tartása lesz, tehát nem lesz éjszaka nyitva. Úgyhogy erre a játszótérre, ha valaki éjszaka bemegy, akkor az rongálásnak számít, és lehet hívni a rendőröket. A nem mindennapi játszótér kialakítása tehát hamarosan elkezdődik, a kicsik pedig a tervek szerint még idén igénybe vehetik azt. Úgynevezett okos zebra épül Szekszárdon, a Szent László utcában egy biztosítótársaság támogatásával kezdődik meg a munka még ezen a héten. Az okos zebra lényege, hogy fényekkel jelzi az autósoknak, hogyha egy gyalogos a járda szélén az átkelőhely előtt áll. A beruházás ideje alatt forgalomkorlátozás várható az érintett szakaszon. A polgármesteri hivatal munkatársai azt kérik, hogy az arra közlekedők figyelmesen vezessenek. Közel 300 millió forint értékben fejlesztik a Bonyhádi Kórházat egy pályázatnak köszönhetően. A pénzből orvostechnikai és informatikai eszközöket, valamint bútorokat szereznek be. A program most indult el, és várhatóan másfél év múlva fejeződik be. Ugyancsak a projekt részeként valósul meg a betegfelvételi iroda akadálymentesítése. Az ugyanis jelen állapotban nem biztosítja az egyenlő esélyi hozzáférést, hiszen a kerekesszékkel közlekedő mozgáskorlátozottak, illetve a gyerekek számára a kommunikációt és az ellátást megakadályozza, ezért a pult átalakítása révén fizikai akadálymentesítés is történik. A Magyar Falu programnak köszönhetően számos új eszközt és még egy gépjárművet is sikerült beszerezni az Aparhanti önkormányzatnak. Ezentúl egy 7 személyes platós kis teherautó segíti a dolgozók munkáját, illetve új fűnyírók és egy lomfújógép is a rendelkezésükre áll majd. Pályázati támogatásból egy utca útburkolatának a javítását, illetve az Apari Kálvárián található stációk renoválását is megvalósították. Ünnepélyes szalagátvágással adták át azt az utcát, aminek az útborkolatát nemrégiben újították meg Aparhanton. Többek között ez is szerepelt a Magyar Falu programon elnyert pályázat megvalósított fejlesztései között, ahogyan eszközbeszerzésre és egy új autóra is futotta az elnyert összegből. Zsikó Zoltán, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke, aki szintén tiszteletét tette az átadón, elmondta, nagyon fontos, hogy a megye imázsát és a település élhetőségét minél jobban ösztönözzék. Ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően a település megtartó erejét és a település imázsát, a településhez való
vonzódást segítheti, és így azt gondolom, hogy az a veszély, amit ugye sokszor szoktunk mondani, hogy a fiatalok inkább nagyobb városokba költöznek, inkább nagyobb települések közelébe mennek. Én azt gondolom, hogy ezek a fejlesztések elengedhetetlenek ahhoz, hogy a fiataloknak érdemes legyen hazaköltözni, vagy érdemes legyen itthon családot tervezni. A József Attila utca 440 méteres szakaszát, valamint a Petőfi utcában 330 négyzetméternyi járdafelületet újítottak meg a támogatásnak köszönhetően, de a kommunális eszközbeszerzés során fűnyírok, fűkaszák és egy Fiat Ducato kis teherautó is hozzájárul ezentúl a település életéhez. Az elmúlt időszakban összesen 105 millió forintot nyert a településünk, ez 2018 óta, tehát ebből újult meg többek között az orvosi rendelőnk, és került új eszközökkel és bútorzattal felújításra, illetve az óvodaudvar felújítás, és az, amiket a korábban is említettem, ezek nagyságrendileg 105 millió forintnyi beruházást eredményeztek. Valamint az apari stációk rendbehozatalát is meg tudták valósítani a pályázati támogatásból, amire közel 5 millió forintot fordítottak. Még Pakson, az egyetlen hazai atomerőmű városában is szigorú energetikai megszorításokat vezetnek be hétvégétől. A tervek szerint az utcai közvilágítás hajnalban egy órával korábban kapcsolódik majd le, este pedig fél órával később indul. A templomok és egyéb köztéri szobrok díszkivilágítását is szüneteltetik. Ezek mellett lezárják a helyi képtár és a gyermekkönyvtár épületét, valamint a Cseresznyés kerti erdélyi iskolát. De hasonló sorsvára a gyógyászati központ fürdőjére is. A takarékossági intézkedések miatt idén-télen Pakson a műjégpálya sem üzemel majd. A NAV Tolna megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai ebben a hónapban kiemelten ellenőrzik a koszorút virágot és mécsestárusítókat. A revizorok vizsgálják a nyugdíj számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. Ellenőrökre elsősorban a városokban, valamint Nagymányokon, Kölesden és Idegszemcsén kell számítani. Az energiaárak jelentős emelkedése miatt nemrégiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara javaslatot tett arra, hogyan lehetne segíteni a vállalkozásokat. A szervezet szerint a vasárnapi boltzár ötlete egy jó lehetőség lenne a spórolásra. Stábunk a lakosság véleményét kérdezte a felvetésről. Nyugat-Európában régóta bevált szokás, hazánkban pedig 2015 és 2016 között néhány hétig volt érvényben a vasárnapi boltzár. A közelmúltban utóbbira azonban ismét javaslatot tett a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A szervezet úgy látja, ezzel lehetne segíteni a vállalkozásokat az elszálló energiaárakkal szemben. Az ötlettel kapcsolatban megkérdeztük a szekszárdi lakosokat is. Volt, aki azt mondta, hogy nem örülne annak, ha hét utolsó napján zárva lennének az üzletek. Igen, egészségügyben dolgozok, úgyhogy nálam teljesen random, hogy mikor jut időm vásárolni. Mások úgy gondolják, egyáltalán nem zavarná őket, ha nem nyitnának ki a boltok vasárnap. Én szerintem nem kellene nyitva lenni boltoknak. Felesleges. Úgy, ahogy annól megboltunk vasárnap nélkül, bolt nélkül, boltok nélkül, szerintem tökéletes lenne, hogy nem, pihenjenek az emberek, akik dolgoznak, egy nap pihenő jár nekik, szerintem. Nem rendszeres. De általában délelőtt. Igen, szombaton nem szoktam, és vasárnap sem szoktam menni. Egészen ritkán talán. Mi azért próbáljuk péntekre vagy szombatra időzíteni. Vasárnap az nekünk is a pihenésről szól. Kisel Sándor, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint nehéz a társadalmi szokásokat átalakítani, ezért valószínűleg az eddigi rendszer marad meg hazánkban. Ugye az emberek egy része szombat-vasárnap tud csak vásárolni, mert ugye a munkaideje, ez a heti 40 óra, meg ez leköti az embereket, és nem tudnak gyakorlatilag csak vasárnap. Ráadásul kialakult nálunk egy, hát sokak szerint helytelen gyakorlat, hogy a családi program az, hogy szombat-vasárnap elmennek a családok együtt vásárolni. A kamara elnöke hozzátette, hogy spórolás szempontjából nem lenne számottevő a vasárnapi boltzár hatása. Ezen a helyzeten kizárólag a rezsijárak csökkenése tudna segíteni, tette hozzá. Mostantól nem kötelező hatósági házi karanténba vonulniuk azoknak, akik igazolhatóan elkapták a koronavírus fertőzést. A légúti tünetektől szenvedő betegeket viszont továbbra is arra kérik, hogy az otthonaikban gyógyuljanak, és csak a legszükségesebb esetekben hagyják el azokat.
Ez esetben javasolta a maszkviselés. A kormány és az operatív törzs továbbra is folyamatosan elemzi a járványhelyzetet, és a szükséges további intézkedéseket hoznak. A kormányzati tájékoztató portál múlt heti összesített adatai szerint összesen 12.636 új koronavírus fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 2.120.543 főre nőtt a beazonosított betegek száma. Az elmúlt hét nap során meghalt 104 beteg, így az elhunytak száma 47.680 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 2.036.700 fő, az aktív fertőzöttek pedig 36.163-an vannak. Jelenleg 1.700 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 32-en vannak lélegeztetőgépen. 60 éves a Tolna megyei gyermekvédelmi szakellátás. A jubileumról egy szakmai nap keretében emlékeztek meg. Az ünnepségen a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetője Simon Attila István is részt vett, aki beszédében hangsúlyozta, hogy az országban 21 ezer állami gondozásban levő gyermek sorsa múlik azon, akik ezt a hivatást választották. Műsorral kezdődött a jubileumi ünnepség Szekszárdon a Vármegyeháza dísztermében, ugyanis 60 éves a Tolna megyei gyermekvédelmi szakellátás. A rendezvényen Kajos Nikoletta, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Tolna megyei kirendeltségének vezetője arról beszélt, hogy a munkájukat nagyban segíti az az együttműködés, amiben szerepe van a gyermekjóléti alapellátásnak, a kormányhivatal szerveinek, a jogi képviselőknek, illetve a tankerületnek, a rendőrség, a civil és egyházi fenntartók munkájának. Csak együtt sikerülhet megfelelően reagálnunk a folyamatosan változó világ által támasztott kihívásokra, csak együtt tudunk egy jobb jövőt biztosítani a szakellátásban nevelkedő gyermekek számára. Büszke vagyok arra, hogy a megyében kiváló az együttműködés az egyes szereplők között, melyet bízom benne, hogy még tovább erősít ez a mai alkalom. Mit is jelent a gyermekvédelem? Mit jelent a gyermekvédelemben belül a szakellátás? Mi az a küldetés, amit nekünk teljesítenünk kell. A programon a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetője Simon Attila István is részt vett. Ő elmondta, hogy Magyarországon jelenleg 21 ezer állami gondozásban lévő gyermek van. Megpróbáljuk felettetni velük, és megpróbáljuk pótolni azt a szeretetet, azt az odafigyelést, amit valamilyen oknál fogva nem kaptak meg a vér szerinti családjukban. Ezért hoztuk létre, ezért erősítettük meg a nevelőszülői hálózatot. Szerencsére ma már elmondhatjuk, hogy az állami gondoskodásban lévő gyermekek kétharmada nevelőszülőnél nevelkedik. De van, mindig is lesznek valószínűleg olyan gyermekek, akik nem találnak nevelőszülőre, nekik azonban az intézményi elhelyezést kell megoldanunk. A főigazgató hozzátette, hogy bár eltelt 121 év az első gyermekvédelmi törvény meghozatala óta, a cél még mindig ugyanaz, hogy minden gyerek egy szerető családba kerüljön. Regionális híreink következnek. 26 középiskolás kapott pécsi Rotary ösztöndíjat, a pénzt eszközfejlesztésre fordítják, szakmák és cégek bemutatója az Iparkamarától, a Design héten várják az érdeklődőket a szervezők, energiagazdálkodás, hulladékkezelés, szennyvíztisztítás, ismertetők bemutatók a pécsi Ökováros héten. Minden eddiginél több, összesen 26 középiskolás diák részesült támogatásban a pécsi Rotary ösztöndíj pályázat keretében. A díjazott fiatalok a művészet, sport, tudomány és egyéb szakmai területen elért, kimagasló teljesítményükért kapták az elismeréseket. 3 évvel ezelőtt indult útjára a pécsi Rotary ösztöndíj pályázat. A támogatottak között vannak kiemelkedő művészeti eredményeket felmutató fiatalok, sportolók, valamint különböző tudományágakban vagy szakmákban tehetséges középiskolások. Ruszinkó Kopány a kémia területén jeleskedik. Már általános iskolában a kémia tanárom megszerettette velem a kémiát, azóta érdekel engem a téma. A kedvencem a szerves kémia és az ilyen mélyebb dolgai, Olá György kutatásai,
is nagyon érdekelnek, és abból csináltam például leadást, ami külön díjat érdemelt. Idén a beérkezett 42 pályaműből kellett kiválasztani a legjobbakat. A klub most 26 tehetséges és rászoruló pécsi középiskolás diákot részesített közel 3,5 millió forint támogatásban. Az ösztöndi pályázatnak az a célja, hogy a tanulmányi eredményeikben, illetve a hobbiukban kiváló teljesítményeket nyújtó fiatalokat, legyen ez sport, művészet, különböző tanulmányi versenyek részére adjunk további ösztönzést. Ha van egy gondolatuk, egy céljuk, amit megfogalmaznak a pályázatban, amit el szeretnének érni, amire szeretnék ezt a pénzt fordítani. A Pécsi Rotári Ösztöndíj pályázat anyagi hátterét a Pécsi Rotári Ösztöndíj alap képezi. Az ösztöndíj alap anyagi forrása elnyert pályázatokból és a térségben működő vállalkozások, szervezetek és magánszemélyek adományaiból adódik össze. A többi között a hit erejéről is beszélt dr. Csókai András idegsebész a Kaposvári Református templomban. A világhírű gyógyító a Jót tenni jó alapítvány meghívására érkezett a Somogyi megye székhelyre. 2019-ben ő vezényelte le a fejüknél összenőve született bangladesi Siam Iker pár műtétjét, amelynek során elmondása szerint a hite is segítette. Egy nagyon nehéz műtéti szituációba, amit meg kell oldanom, kilégzésre Jézus, belégzésre Krisztust mondok, és a légzéssel szinkronizál. Ezt sokan megmosolyogják, de hogyha az ember ezt gyakorolja, tényleg meg tud kapcsolatba kerülni relatíve gyorsan, amikor nagyon nehéz gondjai vannak, legyen az egy agysebészeti műtét, a benne élő názáreti Jézussal. Milyen szakmákat lehet tanulni Pécsen és Baranya megyében, milyen cégek és mivel foglalkoznak? Ezekre a kérdésekre adtak választ a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén. A Design Héthez kapcsolódva mutatják be a fiataloknak, mit jelent egy szakma, milyen munkavégzés folyik a műhelyekben. Mindezt digitális formában, hogy személyesen is át tudják élni a pályaválasztás előtt álló fiatalok a különböző kihívásokat. Céges bemutatkozó pult a Pécsi Művészetek Házában ide szervezte a Jelen a Jövőt kezdeményezésének programjait a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a Design Hétre. Azok a diákok vagy bárki, akit érdekelnek szakmák, de még nem tudott dönteni, hogy mégis mit tanuljon tovább, vagy egyáltalán mire képezze át magát, van lehetőség néhány ágazatot kipróbálni virtuálisan, ebben készültünk. Másrészt a Jelen a Jövőt kampányunk kapcsán vállalkozásokat hozunk ide, akik bemutatkozhatnak a diákoknak, illetve az érdeklődőknek. Nagyon fontos, hogy azon dolgozunk, hogy megismertessük a város lakosságával és a megye lakosságával a megyében dolgozó vállalkozásokat, azokat a mérvadó vállalkozásokat, akik gyakorlatilag a jövőnket is jelentik. A diákokon kívül a felnőtteket is várják, akik új munkahelyet szeretnének maguknak. Nekik a Hildudvarban közvetítő cégek segítenek a keresésben. Hogyan spóroljunk az energiával, hogyan termelhetünk kevesebb hulladékot, mit kell tudni a szennyvízkezelésről? Ezekkel a témákkal várják az érdeklődőket az idei 10. Ökováros hét rendezvényén. A szervezők játékos formában mutatják be azokat a folyamatokat, amik hatással vannak a jövőnkre is. Ez a csatorna szörny, ami bemutatja, mi minden kerül a lefolyóba Pécsen, de láthatják itt az érdeklődők a hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás folyamatait is. Mindezt az Ökováros héten, amit a belvárosi bevásárlóközpontban rendeztek. Iskolás csoportokat is fogadnak itt a szervezők. Azt tanultam itt, hogy ne szennyezzük a környezetet, mert ezzel befolyásolhatjuk a jövőnket. Mondta a kiállításról ez a második osztályos kislány. A rendezvény olyan kérdéseket érint, amik manapság súlyosan befolyásolják életünket. Az idei 10. Ökováros hét az anyag és az energiatakarékosságra hívja fel a figyelmet, mivel azért mind a kettő véges, illetve az anyagfelhasználás is óriási energiafelhasználással jár, illetve energiapazarlással ezzel párhuzamosan. Úgyhogy három témakört választottunk az idei Ökováros hétre.
Ezek az otthoni energiatakarékosság lehetőségei, illetve a megújuló energiatermelés. A második a hulladékgazdálkodás, a hulladék csökkentése, újrahasznosítási lehetőségei, valamint a szennyvízkezelésről, az otthoni tudnivalókról, mi kerülhet be vagy nem a csatornába. Ezekről tartanak ismertetőket, bemutatókat a látogatóknak október 16-áig. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Befogadó játszótér Szekszárdon kifejezetten mozgáskorlátozott gyerekekre gondoltak. Magyar falu program, folytatódnak a beruházások a Parhanton. Vasárnapi boltzár, az emberek többségét nem zavarná a változás. 60 éves a Tolna megyei gyermekvédelmi szakellátás, nagy fejlődésen ment keresztül a rendszer. Pénteken a nap folyamán vastag felhősáv keresztezi az országot nyugat-keleti irányban. Pár órás erősebben felhős időszakot követően délután nyugat felől csökken a felhőzet, így egyre nagyobb területen süt ki tartósan a nap, csapadék nem valószínű. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!